November végétől az összes fehérvári háztartásból ilyen csípek segítségével szállítják el a szemetet, egyedi azonosítóval látják el a szemétedényeket fehérváron. A hét elején kezdték meg a város teljes területén a rendszer kiépítését. A fehérvári a foglalkozó cég szerint az új rendszer segítségével megszűnnek majd a fekete ürítések. Szeretnénk, hogyha innentől kezdve, ha ez a rendszer elindul, a város összes közszolgáltatása kötelezett lakója, illetve ingatlan tulajdonosa egyformán részt venne a hulladékszállítás részvételé, illetve kihasználásában, illetve ennek a díjának a megfizetésében. A lakókat a változásokról levélben értesítik, mely tartalmaz majd egy ehhez hasonló vonalkódot is, melyet a háztartásokban élők saját kukájukra kell majd felragasszanak. Két éven keresztül tesztelték a csípeket Öreghegyen, a rendszer teljes kiépítése 15 millió forintba került, és 17-18 ezer háztartást érint majd. A kukákra szerelt csippekbe betáplálják az előfizető nevét, lakcímét, szemetesének űrtartalmát és lakása GPS koordinátáit is. A járművek hátuljában elhelyezett, nevezzük infrakapunak vagy edény azonosító sorompónak, fogja érzékelni ezeket a, a csipeket. Nem csak a csipeket fogja érzékelni, hanem azokat az üritéseket is, amelyek olyan edényből vagy zsákból történnek, amelyek ugye nincsen ellátva ilyen edény azonosítóval. A szemétszállítási diák az új rendszer miatt nem növekednek majd a jövőben. Amennyiben a módszer beválik, majd Székesfehérváron egy éven belül elképzelhető, hogy kiterjesztik a rendszert Fehérvár környéki is településekre is.